Jó reggelt kívánok 2021. július 7-én. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, megköszönjük neked egy újabb napnak a kezdetét. A hétnek a közepénél tartunk. Köszönjük mindazt, ami eddig történt velünk, és köszönjük azt, amit elkészítettél a hét második felére. Kérünk, Urunk, hogy hadd végezhessük el a feladatainkat úgy, hogy ez minket is megelégedéssel töltsön el, és a te dicsőségedre szolgáljon. Egy új dolgot kezdünk, Urunk, egy új evangéliumot kezdünk olvasni. Arra kérünk, hogy te magyarázd meg szent lelked által, vonj magadhoz közelebb, hogy jobban megismerjük a te szeretetedet. Kérünk, segíts ezt megélnünk is. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Isten igéjét olvasom a Márk írása szerint való evangélium első részéből, az első 8 versből a következőképpen. Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának a kezdete. Amint megvan írva Ézsaiás próféta könyvében, íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat, kiáltó szava hangzik a pusztában, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Megjelent keresztelő János a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, és a jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. János teveszőr ruhába volt öltözve, derekán bőrövet viselt, sáskát evett és vadmézet. Ezt hirdette. Utánam jön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sarúja szíját megoldjam. Én vízzel kereszteltelek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni. Eddig a felolvasott ige szakasz. Kedves testvérek, a tegnapi napon ott fejeztük be, hogy Pál apostol Rómába kerül, és valószínűleg Krisztus után 64-ben mártír halált hal. A Márk evangéliuma vélhetőleg Rómában keletkezett, ott foglalta írásba János Márk, mint egy Krisztus után 70-ben. Érdekes, hogy nem sokkal azután, hogy a keresztény üldözésnek áldozatul esik Pál, szinte ugyanazon a helyen megírásra kerül az első evangélium, amely Jézusnak szinte az egész életútját bemutatja. Ez a legrégebbi evangélium. Addig leveleket jegyeztek fel, írtak, küldtek, amelyek most a bibliai könyvek között benne vannak. De az első teljes evangélium az a Márké, és azért volt erre szükség, mert nem volt elég pusztán a hitvallás, hanem egyre inkább mindazok, akik ismerték, szerették Jézus Krisztust, már nem tudták, nem ismerték az életútját, hogy hogyan is volt, miért is volt. Az evangélium és az evangélium hirdetése elsőrenden akkor arra vonatkozott, hogy Jézus meghalt és feltámadt. Később viszont már a következő generációknak meg kellett tudnia, hogy honnan jött, hová ment, miért. Ezért az ószövetségi proféciákat, mindazokat, amelyeket megjövendöltek a messiásról, azokat is meg kell tudni magyarázni. Pál vége, a Márk evangélium a kezdete, és rögtön azzal kezdi, hogy az Úr útjának a készítése, az előkészületek, amely nem más, mint keresztelő Jánosnak a működése. Tudjuk azt, hogy néhány hónap van szinte keresztelő János és az Úr Jézus Krisztus születése között, hiszen nem véletlenül járt Mária Erzsébetnél. Ugyanakkor mégis más az, amit tesznek. Mert hogy János vízzel keresztel, az Úr Jézus Krisztus Szentlélekkel. Mindkettő úgy, hogy a bűnvallás meg kell, hogy erőzze. Más az, ahogyan élnek, János kint a pusztában, Jézus bent az emberek között. Más az, amit esznek, hiszen keresztelő János sáskát és erdei mézet. Az írásmagyarázók megjegyzik, hogy a sós vízben előkészített és faszénen megpörkölt sáska és a méz a szegény nomádoknak a hétköznapi életere volt. Más, sok minden, a lényeg mégis ugyanaz, hogy Jézus szeretetét közvetítsék. A mai magyarázathoz
Steinbach Józseftől hadd vegyek néhány gondolatot. Keresztelő János a maga korában a prófétai ígéretek szerint élt, mi azonban nem az ő korában élünk. Nem vonultunk ki a pusztába, hanem nagyon is benne élünk a világban. Jólétben élünk, ha böjtörünk is. Csak jó dolgunkban tesszük, és ha kiáltunk az Úrról, nem vonul ki hozzánk az egész nép, hogy hallgasson a szavunkra. Sőt, ma már annyian kiáltanak, hogy nincs az a kiáltás, amely hatására néhány embernél több mozdulna meg. Ki érti ma a szavunkat, és kit érdekel, ha megtérésről, keresztségről, bűnbocsánatról beszélünk? Alapjában más lett azóta minden. Isten útja azonban győztesen előkészített út. Igen, sok minden változott, sok minden nem ugyanaz. Ugyanakkor feladatunk, hogy hirdessük, hogy továbbadjuk, hogy elmondjuk a jó hírt, amely az Isten szeretetéről szól. Akár meghallják, akár nem, akár komolyan veszik, akár kikacagnak. Nem az eredmény első renden a lényeg, hanem hogy elmondjuk és továbbadjuk a jó hírt. Ma gondolkozzunk el azon, hogy tettem-e bűnvallást a megtérésemkor. A második, meg vagyok-e már szent lélekkel keresztelve, és ha nem, akkor kérjem Istentől. És a harmadik, hogy tudjam továbbadni a jó hírt, az örömhírt, hogy ne csak itt Márknál, hanem talán valaki életében is azt lehessen mondani, ez az ő evangéliumának a kezdete. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy ha megvalljuk bűneinket, te hű és igaz vagy, megbocsájtod minden bűnünket és minden hitszegésünket. Köszönjük Istenünk, hogy nem egyedül kell harcolnunk, nem kell keresztelő Jánosként kimennünk a pusztába, egyedül a világ ellen, hanem vannak testvérek, akiket mellénk adtál. Különös kegyelem az, ha a családunkban egyúttal Krisztusban testvérek is lehetünk. Köszönjük ezt. Kérünk Istenünk, hadd tudjuk belefáradás, megfásultság nélkül hirdetni a jó hírt. Ha kedves te erőtted, te áld meg úgy ezt a mai napot, hogy mindhárom feladatot teljesíteni tudjuk. Megnézd, hogy volt-e bűnvallás, és legutóbb mikor. Kérünk, keresztelj meg minket szent lelkeddel. Hadd tudjuk továbbadni a jó hírt ma is valakinek. Vigyázz, kérünk, Urunk, mindazokra, akik távolabb vannak, táboroztatnak, vagy éppen nyaralnak. A pihenésre vágyóknak te adj pihenést, a munkálkodóknak pedig erőt, kitartást, türelmet és megelégedettséget. Így kérünk, vigyázz mindannyiunkra, és legyen meg mindenben a te akaratod. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldott napot mindenkinek!